A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolójával kezdte meg idei második nyilvános ülését a megyei közgyűlés. A képviselők méltatták a rendőrök munkáját, a Fidesz frakció vezetője szerint üdvözítőek a számok, és jelentős javulás következett be a megye közrendjében és közbiztonságában. Ennek nagyon örülünk, és egy fontos történetre hívtam föl jól magam a figyelmet, a beszámolóban is kitűnése kerül, hogy a határátkelőinken a forgalom, az elmúlt 10 esztendőben a személyforgalom megduplázódott. Hogy számokkal is érdekeltessem, 10 évvel ezelőtt körülbelül 6 millió ember utazott át a keleti határokon, most pedig ez 13,5 millió főt is meghaladja. Ez azt jelenti, hogy a határátkelő helyek a megépítéskor nem ekkora méretű forgalomra lettek tervezve, így elkerülhetetlen azok átgondolása és átépítése. A rendőrségi beszámolóban elhangzott az is, hogy az országosan regisztrált bűnesetek 5,4%-át a megyékben követik el, viszont az elmúlt 10 évben közel 60%-kal, tavaly pedig mintegy 2,7%-kal csökkent a bűnelkövetések száma. A közgyűlés ezt követően elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatója mellett a Feti vízik beszámolóját is a megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a védekezési és elhárítási munkálatok aktuális állásáról is. Ennek jelentős részét képezi az árhullámmal érkező hulladék begyűjtése, melynek keretében az elmúlt egy évben több mint 900 köbméter Ukrajnából és Romániából érkező szeméttől tisztították meg a Tiszát. Hosszú évtized óta áramlik ránk a szemét, mind ukrajnai, mind romániai területről. Nekem ez egy mély fájdalom, főleg azért, mert ezek a területek magyar lakta területek főleg, és igazából azt gondolom, hogy az ukrán és a román közigazgatás hatatósan közbejár annak ügyében, hogy ez a szemét ez ránk zúduljon. Ami ugyanakkor a méltatást illeti, mint ahogy mondtam, nem szoktam a kőműves különösebben megdicsérni azért, mert házat épít, mert ő erre szegődött. A vízügyes sem szoktam megdicsérni különösebben, mert vízügyes, hiszen ő erre szegődött, viszont nem szegődött dögök kiemelésére és nem szegődött szemét összegyűjtésére. A napi rendi pontok között a közgyűlés elfogadta a Kölcsei Televízió alapító okiratának módosítását, valamint határozatlan időre ügyvezetőnek választotta Úsz Illést. Örömteli, hogy az elmúlt hetekben kapta meg a televízió az értesítést arról, hogy újabb 12 évre megnyerte a frekvenciáit, mind a Máté Szalkait, mind a Nyíregyházit, és hogy ezeket hálózatba is tudjuk kapcsolni, ezeket a frekvenciákat. Ez azt jelenti, hogy most újabb, több mint egy évtizedre biztosan működni fog a televízió. Az elmúlt években a gazdasági stabilitás megszerzése után most tudunk már egy picit a jövőbe is tekinteni. Számos olyan projektünk, pályázatunk és forrásunk van, amiből fejleszteni tudjuk nem csak a technikát, hanem a humán erőforrást is, és ha minden jól megy, akkor hamarosan vidéki stúdiókat is tudunk építeni, illetve kialakítani. A nyilvános ülésszak második részében elfogadták többek között a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás tevékenységéről szóló beszámolót is. Két pályázati programot emelnék ki. Az egyik az Aknaszatinai sóbányának a kármentesítését célzó előkészítő munka, tudományos munka. Ipari robotokkal felmérnénk a pályázat eredményeképpen, mi van a sóbánya belsejébe. Erről eddig biztos tudásunk nincs, sajnálatos módon, mert talán 15-20 éve felhagyták ott a bányaművelést. Az egész bányát elhagyott a víz, és ez nagyon nagy károkat okoz a közvetlen környezetében, de a Tisza folyót is nagy mértékben szennyezi, illetve szennyezheti. A másik jelentős program keretében a Beregszász melletti Jánosiban építenének hulladéklerakót, mellyel párhuzamosan egy társulás formájában a hulladék kezelésének és szállításának a problémáját is megoldanák, ezzel a folyóinkba kerülő szilárd hulladék mennyiségét tudnák csökkenteni, tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke.